köszöntök mindenkit ezen az ünnepi szentmisén, amit október 22-én Szent II. János Pál pápának az emléknapján mutatunk be, és felajánlunk egyben a hősökért, azokért, akik az életüket adták a haza szabadságáért. Szóval, kedves testvéreim, már többször idéztem Keleti Géza ciszterci atyának a könyvéből, aki pont a már ünnepelt Szent II. János Pál pápának volt a kortársa, és 70 évvel ezelőtt itt szolgált Lentiben 8 hónapot. Az a szakasz, amit most felolvasnék a könyvéből, Tantalics Bélának is a plébániáról szóló történetében megtalálható, és azt gondolom, hogy nagyon is mutatja azt, hogy miért történt 1956-ban az, amit történt. Különösen is benneteket, iskolások, kérlek, hogy figyeljetek, mert én is, amikor ezt elolvastam, akkor egészen másként kezdett mindent látni, egészen másként kezdtem mindent látni azokból az időkből. Így ír Keleti Géza. Lenti felemás hely volt, félig város, félig falu. Város annyi van, hogy nem mindenki köszönt a papoknak, akár reverendában, akár civilben jártak az utcán. Megjegyzem, ez most is így van. Faluhelyen ez akkor még természetes volt, itt így legalább meg tudtuk különböztetni az embereket, általában azok voltak a köszönők, akik többé-kevésbé gyakorolták a vallásukat. Ezért volt feltűnő egy alkalommal, amikor egyedül mentem az utcán reverendában, hogy két szembejövő ávós, anélkül, hogy a sapkájához emelné kezét, közelemben érve hangosan köszönt jó estét. Pillantásom gyorsan végig szaladt rajtuk, persze rögtön visszaköszöntem, szintén mozdulat nélkül. Tudtam, hogy el akarják kerülni a feltűnést. Elég jellegzetes volt az arcuk, járásuk, hogy legközelebb és még más találkozásunk alkalmából megismerjem őket. Később már halk dicsértességgel köszöntek. Ezek nem határőrök, hanem politikai, kékparulis ávósok voltak, és nem kiskatonák, mert rangjuk is volt, méghozzá az egyik őrmester, az alacsonyabb termőtű szakaszvezető volt. Jó barátok lehettek, mert mindig együtt voltak. Egy este már erősen sötétedett, amikor átmentem a templomba imádkozni, ebbe a templomba. Az élő sövény és a templom ajtó közötti néhány méteres úton mentem éppen, amikor oldalról egy bokor mögül suttogó hangot hallottam. Atya, jöjjön ide! Oda mentem. A magasabbik ávós volt. Nagy baj van. Pistát, tudja ő a barátom, akivel együtt szoktunk járni, nos Pistát elkapták, hazaárulással vádolják. Még nem vitték el, de itt a pincében alaposan megkínozták, nem hiszem, hogy megéri a reggelt. Tudna segíteni? Itt arról a pincéről van szó, ami most a plébániai épület, annak a pincéje. Miben tudnék segíteni? Kérdeztem, megdöbbentem. Gyónni és áldozni szeretne, tetszik tudni, mi ketten magának vagyunk az elvtársai. Segítsen. De hogyan, mit lehet csinálni? Hogyan juthatnék én be magukhoz? Szerencsés véletlen, azt hiszem, az Isten kegyelme, főnök elment Zalaegerszegre Pista ügyében jelentést tenni, onnan valószínűleg kijönnek, de addig van még idő, mert az előbb indult el harmadmagával, Pista hóhéraival, csak a kapuőr és a parancsnok helyettes van a házban. Ha itt megvárna, itt nem feltűnő, mert a bokrok eltakarnak és már sötét van, kihoznik egy egyenruhát, amelyik kéznél van a raktárban, felvenni és a többit már bízza rám. Egy pillanatig elgondolkodtam. Merőn a szemébe néztem, amennyire a szürkületben látni lehetett. Ilyen közel még egyszer sem voltunk egymáshoz, testileg, lelkileg. Beugratás villant át rajtam. Nem lehet, nem olyan szemek ezek. Vállalni kellett. Rendben, siessen, addig áthozom az oratórium kulcsát, vagyis ennek a helységnek a kulcsát. Ott nyugodtan át tudok öltözni, jöjjön oda. A templomban sötétség lesz. Alig két perc telt el, épp hogy fölértem a kulcsol az oratóriumba, már hallottam lépteit a falépcsőn. Egy hadnagyi egyenruhát hozott. A főnök helyettesi ezt tudtam gyorsan kilopni. Egy perc múlva már készen álltam teljes ávós hadnagyi díszben. Hogyan csináljuk, kérdeztem.
A siker az atya határozottságán múlik, volt katona? Félig meddig mondtam. Cserkész voltam, sőt katonai kiképzésben is részesültem, mint honvédmérnök jelölt. Ez persze még a horti korszakban történt. Nagyszerű, szóval katonásan jelentkezik a portán, a napos őrnél, az csak tizedes, maga pedig hadnagy, el ne felejtse és elmondja, hogy a megyétől jött le, a foglyot kihallgatni. Ha az őr kételkedne, mondjon annyit, tudom, hogy útban vannak a százados úrék Zalaegerszeg felé, útközben találkoztunk, majd jönnek vissza. Én addig is megnézem ezt az állatot, ezt így kell mondani, aztán majd meglátjuk. Elindultunk. Torkomban dobogott a szívem, de egy lélek örök sorsa volt a kezemben, ez erőt adott. Pár tucat lépés volt csak a sötétben az ábú kapujáig, tehát amíg átmentek a mostani plébánia épületig innen a templomból. Az őrmester előttem ment. A kapuőr ablak mögött ült a kis bejárat a szobájában. Amikor az őrmestert meglátta, kezével intett, majd tovább nézett valami folyóirat félét. Nekem gumitalpú cipőm volt, engem összeserett. Lementünk a lépcsőkön a pincébe, amelynek folyosójáról több ajtó is nyílt, nyilván börtöncellák. Úgy nézett ki üresek, csak az egyikből hallatszott valami halk, örgésszerű sóhaj. Barátom, mármint az őrmester, egy kis kulcsot vett ki a zsebéből, azzal a folyosó végén egy falba mélyített szépszerű szekrénykét kinyitott, ebben voltak a zárkák kulcsai. Egyet leakasztott, majd a rab zárkáját kinyitotta. Úgy látszott, hogy itt mindenki mindenkiben megbízott, ezért lehetett nagy szenzáció, hogy az egyikük úgymond áruló. Az őrmester intett, hogy siessünk. Beléptem a zárkában, betette az ajtót mögöttem. Szörnyű látvány fogadott. A prícsen egy szörnyűségesen összevert arcú, nem is emberforma lény feküdt. Nyilvánvaló, hogy tárgyalás nélkül fogják megölni. Így nem mehet tárgyalásra. Talán még tovább kínozzák, és ebbe hal majd bele. Lassan, sejpítve, mert a fogait is kitörték, de elég jól tudott még beszélni. Ő is intette kezével, hogy siessünk. Talán egy perc alatt megvolt a szennyvonás. Nem kellett semmit sem kérdezni, kifogástalanul tudott gyónni, amiről természetesen nem beszélhetek. Nyilván alaposan felkészült rá. Máig sem tudom megérteni, hogy ilyen lelkülettel hogyan jutott ő és társa a politikai ávó szolgálatában. Azt sem tudtam meg, nem volt időm ilyesmit kérdezgetni, hogy mi és miért történt vele, vagyis mit vétett. Nem hittem, hogy megéri a reggelt. Feloldoztam, majd az utolsó kenetet is a legrövidebb formában feladtam. Megcsókolta a kezemet, sírni kezdett. Rátettem homlokára a kezemet, az is véres és verejtékes volt, és megsimogattam. A viszontlátásra mondottam, és a mennyországra gondoltam. Dicsértes, továbbra már nem futottam, mert elájult. Kiléptem a zárkával, és az őrmester kíséretében gyorsan és sikeresen a kapuőr kifelésen vett észre, elhagytam a kínok és szörnyűségek házát, siettem vissza a templomba. Szerencsére senki sem vett észre, az utcák és a kültér néptelenek voltak. Az oratóriumban átöltöztem, ott hagytam mindent. Az őrmester nem jött velem, abban állapodtunk meg, hogy nyitva hagyok mindent, ő majd alkalmas pillanatban elviszi a ruhát. Este 10-kor átmentem, persze a plébánián senki sem tudott semmiről, már nem volt ott a díszes öltöny. Harmadnap futottunk össze az utcán az őrmesterrel. Igyekeztem azokban a napokban minél többet kínlózogni, főleg az ávó közelében, hát ha megtudok valamit. Észrevétlenül egy vízszintes vonalat húzott először az arc előtt, majd egy függőlegeset. Ebből láttam, hogy társát halálra kínozták és meghalt. Szemhunyoristással válaszoltam, hogy megértettem. Ő hasonlóképpen válaszolt, mérhetetlen szomorúsággal a szemében. Többet vele sem találkoztam. Lehet, hogy áthelyezték, lehet, hogy hasonló sorsra jutott, mint a barátja, ki tudja. A utóbbi történt volna, elődje szerencsésebb volt, mert az őrmesterhez nem hívott volna már senki. Szomorúan baktattam vissza a plébániára. Másnapi misémet a szerencsétlen, ismeretlen hős lelkiüdvéért mondottam. A
Akkoriban még titkolták az ilyen históriákat, aztán egyszer volt valami ávós per is, ahol arról szólnak voltak, hogy a láthatatlan, sötétben bujkáló ellenformatalmát, gonosz imperialista ellenség, még a legmegbízhatóbb szervezetekbe is bejutott, hogy bomlasszon, pusztítson, hazát áruljon. Kinek a hazáját, és kinek áruljon. Ilyen volt Lentiben 1951-ben az élet, és még sok mindent leír az atya, többek között a kitelepítéseket, amikor 51 Mikulás napján, estéjén családokat deportáltak innen, és így tovább. És csak egy dolog, amit ő itt leír, megemlékezik, és egy-egy csepp abban a pohárban, ami 1956-ban betelt, és azt mondta egy nép, hogy ezt így tovább nem akarjuk. Minden olyan rendszer, ami a hazugságra, a gonoszságra épül, az vesztésre építkezik. Egyházat nem véletlenül szokták ezek a diktatúrák a sarokba állítani és félreszorítani, mert tudják, hogy nem ilyen módon akarja azt a világot elképzelni, de egészen másként. Ma, amikor ezt a szentmisét a hősökért fölajánljuk, akkor megemlékezünk erről a itt ebben a mostani plébániának a pincében meghalt rendőről, politikai rendőről, azokról, akik még ott a halálukat lelték, és mindazokról, akik életüket adták azért, hogy ebben a hazában ne a sötétség, hanem a világosság uralkodjon. Tisztelt emlékezők, tisztelt ünneplők! Lenti város önkormányzata nevében nagyon nagy tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik nemzeti ünnepünkön együtt emlékeznek velünk itt az 56-os emlékműnél és emléktáblánál a forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján. Tisztelettel köszöntöm Lenti város lakóit, meghívott vendégeinket, tisztelettel köszöntöm megjelent 56-osokat és hozzátartozóikat, a mai ünnepség és megemlékezés szereplőit. Emlékezni és ünnepelni jöttünk. Emlékezni mindazokra, akik szerte az országban 65 évvel ezelőtt először, mint békés tüntetők tiltakoztak a sztálinista diktatúra ellen, és később a fegyverrel kezükben szálltak szembe az erőszakkal. Emlékezünk azokra a mártírokra, akik a harcokban, vagy mint békés tüntetők a sortüzekben vesztették életüket. Emlékezünk. Emlékezünk a hortobágyi, recski munkatáborokra, mindazokra, akiket a Rákosi korszak ávósai elhurcoltak, hogy bírósági ítélet nélkül, vagy koholt vádak alapján, mint osztályidegen elemeket kitelepítsék, kényszermunkára ítéljék őket. Magyarországon az 56-os forradalom és szabadságharc előtt 1,5 millió ember ellen emeltek vádat. Az újjászervezett néphadsereg állományából 53 tavaszán 460 tisztet és tábornokot szereltek le politikai okok miatt. Tisztelt hölgyeim és uraim! Az ember emlékezik, és sajnos felejt is. Sok minden áthullik az emlékezés rostáján. Szerte a világban a második világháború vagy a fasizmus áldozataira való emlékezéseknél halljuk, hogy a legnagyobb hiba a feledés. Igaz. Nem szabad elfelejteni azokat a lenti 56-osokat, akiket a rendőrségi dossziékból ismerünk. Hadd soroljam fel a nevüket. Ambrus László, Ambrus Gyula, Bagladi István, Baka Antal, Bördén Béla, Fisi Ernő, dr. Dobszai János, Filó József, Hóbor István, Igazi József, Kis Lajos, Köbli János, Mihalik Márton, Molnár István, Péter Falvi Sándor, Simon István, Sárdi József,
Süket József, Süket Győző, Tóth István. A forradalom és a szabadságharc nemzetőrségének tagjait. Nem szabad elfelejteni a múltban elkövetett bűnöket és az áldozatok szenvedéseit sem a háborúban, sem a kommunista diktatúrák évei alatt elkövetett bűnöket és az áldozatok szenvedéseit sem. De a 2006-ban Pesten békésen ünneplők ellen elkövetett erőszakot sem. Ha hagyjuk, hogy a közelmúlt történéseit bárki elhazudhatja, úgy a jövőnk is körbevész. 1956 világszerte megcsodált, tiszta szándékú, egyszer csak fellobbanó forradalma sem lehet a hazudozások témája, nem lehet alkutárgya. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Láthatják, önök is látjuk, hogy korunkban van olyan politikai csoportosulás, amely egy része a liberális téveszmék eltorzult értékrendjének hirdetője, a másik része gyűlöletet, ellenségeskedés szító, a hatalomért szép jövőt hazudókból áll, ahol megjelennek, ott rátámadnak saját nemzetükre, hazájukra, népünkre, testvéreikre. Ezt a magyar kommunisták megtették 1956-ban, utódaik megismételték rá 50 évre, és bíznak abban, hogy felejtünk. Hazugságokat terjesztenek rólunk az Unióban és világszerte, de bárki bármit mond, mi tudjuk, hogy Magyarország ma egy demokratikus, szabad és független ország. Tisztelt ünneplők, tisztelt emlékezők! Az 56-os forradalom és szabadságharc elbukása után nem is lehetett mást remélni, mint ami bekövetkezett: megtorlást és véres leszámolást. Emlékezzünk hát azokra, akiket a forradalom leverése után kivégeztek és bebörtönöztek. A forradalom leverése utáni években Kádár korszak megtorlásai során mintegy 230 civil szemét végeztek ki 56-os szerepük miatt. A titkosítást 1993-ban oldották fel. A statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár vesztette életét a forradalom során. Sokunkban felvetődhet, hogy volt-e értelme ekkora véráldozatot vállalni, hiszen 1956. október napjaiban nagyon sokan egész életre kiható döntést hoztak. És volt, akinek ez a döntés halált, börtönt, emigrációt, hontalanságot, kitaszítottságot jelentett, elszakítva a családjuktól, barátaiktól és a hazájuktól. De mindannyiunknak tudnunk kell, hogy volt értelme, és nem rajtuk múlt, hogy akkor 56-ban nem győzhettek. Mégis hatalmas részük volt abban, hogy ma, 2021-ben, mint ahogy már korábban mondtam, szabad, független, demokratikus Magyarországon élhetünk. Vigyázzunk rá! Idősek és fiatalok egyaránt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden ország, minden nemzet történelmének vannak felejthetetlen pillanatai és nagyon fényes napjai. Ezek a jeles pillanatok és fényes napok hozzák lelkünknek a békét, adják hitünket, hőseink példái pedig erőt nyújtanak a napi megpróbáltatásainkhoz. A világ forrong, és békétlen dübörögnek a lábak, a szívek. Meddig élhetünk?
Hallgathatunk tétlen. Na nincs már semmi, amiben hiszek. A csillagok fény elárvult a ragyog. Ökölbe szorul lassan már a kéz. Mindegyre inkább türelmetlen vagyok. Vel indulok, hogyha te is mész. Teremteni új világot, elsöpörni mi addig mélybe rántott. Jó szóval elnyomni, jelszót, hazugságot. Egy kézben fogni fegyvert és virágot. Nem ölni, inkább ölelni. Nem félni, inkább élni. Ledönteni lelki, szellemi korlátot. Feledni, mit szemünk könnyek között látott. Feledni próbálni, amit nem lehet. Jótékony balzsom lesz az emlékezet. Járhatunk, kelhetünk, egyenesen végre. Lobogjon emlékül sok-sok gyertya fénye. Kis írkalapjaimra, padomra és a fákra, homokra és a hóra felírlak én. Minden beírt papírra, minden üres papírra, ha nincs, hamura és kőre, felírlak én. A fényre, mely kigyullad, a fényre, mely elalszik, sok régi otthonomra felírlak én. A vágytalan világra, a mesztelen magányra, a halál grádicsára felírlak én. Mezőre láthatárra, szájra kelt madarakra, árnyak malmaira felírlak én. A friss hajnali szélre, tengerre és hajókra, a tébolyult csúcsokra felírlak én. A boldog gyógyulásra, a szétfoszló veszélyre, s emléktelen reményre felírlak én. S ez egy szó erejével kezdek el újra élni, hogy rád ismerjek, s neveden szólítsalak. Szabadság! A vérből születtem újra, eddig hallgatás volt a nevem. A rendszer kötött jógúsba, bár remegett, de írt a kezem. Agyam cikázott, nincs kiút, csak így, csak mindig így tovább. Könnyes szemmel néztem lépem a világ legnagyobb mártírját. Mert másnak is szent, de nekünk a szabadság egy örökség, amit apáink hagytak ránk, s vér az élettel közösség. Idegen csizma tiport le, s egy nemzet alatta vonaglott. Hát hol vagy Petőfi, Kossuth, régi szabadságharcosok? S a vérben újjászülettem, láttam új hősöket, nagyot, kik testükkel melengedték a régen elvetett magot. Ma már az égig nőtt szép fa, a szabadság boldog édene. Eltűnt a gúzs, a lánc, a könyv, s ez a harcoló hősök érdeme. Csendes az utca, éjfélre jár. Az utca sarkán barikád áll. Géppuska csöve mered a térre. Mellette némán figyel az égre három diák. Egy padban ültek négy éven át. Jegyezték a professzor szavát. Ám mikor kitört a nép keserve, száz másikkal együtt állt fegyverbe három diák. Gép bőg az éjben, valaki lőtt, páncélos áll a torlasz előtt. Békés lakásra bajt, pusztulást hoz. Az acélszörnyel szemben mit ér most három diák? Robban a gránát, lobban a láng, hadd pusztuljon el az, aki bánt. S tovább őrködve magyarok álmán, géppuska mellett ott áll a vártán három diák. Csodálkozva nyílt. Így fogadta a halált. A szovjet tank csak tovább csörtetett és lőtt. Lőtt számolatlanul.
A katona is áldozat talán, mert lélektelen él, arctalanul. Azt hazudták, a szabadságot védik, Suez-nél a szovjet hazát. A Duna hallgatva csörgedezett végig. Rakpartok köz sodort egy holt katonát. Csak 16 éves volt, Korvin közisrác. Egy kékszemű lány a ligetnél várta. Hiába, hiába, hiába. Csillagok ülnek, hegyein az ének. A messzeség köveit szórják szívemre le. 5 lépés előre, hátra, világom hossza vége. Kövesen súlyosul, szívemre a béke. Uram, bár fáj nagyon, de mégis elmegyek. Ifjúságom itt hagyom, de viszek erdőt és hegyet, levegőt, lelket, szabadot, madárdalt, a föld szagát, szót, mit mondani szabadott, és Lukas zászlót, tépet glóriát. Ha kint összehajolunk majd, tépet lelkű árva magyarok, a visszatérés halk reménye hajt, de most még, bár fáj, kint maradok. Uram, nehéz lesz nagyon, én mégis maradok. Túlélni majd hogyan fogom, az nekem is titok. Foggal, körömmel, szívvel, lélekbe védve őrizem csikorduló csonttal, reménnyel szabadsághívő régi új hitem. Én harcolok csendben, elbukva bár, megélve sok-sok unt, gyötört napot. Szabadság nincs még, és messze már, de uram, én akkor is maradok. Ahol érezni, a kimondó szó nem röpke pillanat, ahol az élet érték s mögötte ezernyi áldozat, ahol az orvos, a fizikus, a tanár szava nem csupán panasz, ott még egy csepp emberség marad. Ahol a szeretet hídja hozzád vezet, soha le nem szakad. Ahol szavak szállnak az égbe, ahol a lélek szabad. Ahol négycsesek égnek a szellemért, ahol őszinték a szavak. Ott lesz a mi temetőnk, hol egy csepp emberség maradt.
utolsó napunk a nyárból, egy utolsó ital a bárból, utolsó ugrás a tóban, utolsó ütött az óra. Néztük az utolsó tangót, az utolsó lépés is megvolt, egy utolsó sóhaj a vágytól, az utolsó csókom a lánytól. Okay.
arcunk. Mi kislányok nyalták a fagyit, lent a folyónál. Gyönyörű 80-as évek, a szerelmem voltál. S jött az a nagy generáció, akit rendszer Thank you.